Mondjuk ettől az interjútól szorongtál? Nagyon. Tényleg? Rettenetesen. Miért? Mert nem tartom magam egy túlságosan kommunikatív hallgató embernek. Hát erre most rácáfolsz. Nagyon kommunikatív vagy szerintem. Igen, mert van az a presszió, hogy most pontosan tudom, hogyha itt ülnék, mint a kuka a mikrofonnál, akkor titeket hoznának milyen szerencsétlen helyzetben. Addig kérdeznénk, mit válaszolnak. Vagy hát Dóra beszélne, hát igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a világtalálkozó. Ma itt lesz velem Pásztori Dóra, kétszeres paralimpiai bajnok, világbajnok úszó. Dórinak a születése után derült ki, hogy mindkét karja hiányosan fejlett. Az aktív sportpályafutása után a Eurosport szakkommentátoraként dolgozott, ezt követően pedig a VMN online portál egyik szerzője lett. Azóta is rendszeresen hallatja a hangját különböző közéleti kérdésekkel kapcsolatban. Férjével és fiával Londonban élnek. Párosunk másik tagja László Zsolt, Jászai Mari díjas színész. A főiskolát követően a Radnóti Színházhoz szerződött. Ezután volt az Új Színház és a Nemzeti Színház tagja, utóbbiból Alföldivel együtt távozott. Innen Fehérvárra került, majd 2016-ban ismét a Radnóti Színházhoz szerződött. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Dóri, hogy érezted magad a Partizán választási műsorában? Mert most nem sokkal vagyunk egy monstre élő választási műsoron túl, aminek az egyik műsorvezetője te voltál. Hát én nagyon meglepődtem, amikor megszólalt a telefon, és Gulyás Marci szólt bele ezzel az ötlettel. Én azt mondtam, ezt honnan, vagy hogy gondoljátok, hogy én erre alkalmas vagyok? Tehát nekem az volt az első gondolatom, hogy én olyan régen voltam ilyen helyzetben, ugye az Eurosportnál közvetítettem, de 2017 volt az utolsó alkalom, ugye még a Duna Arénában a világbajnokság alkalmával, amikor ott voltam a mikrofon mögött. Én Angliában úszóedzőként dolgozom, ugye volt a Super VMN 2 éve, amikor Détut Kriszta rám és Steiner Kristófra bízta az este levezetését, és az egy fantasztikus élmény volt. És ott ültem az öltözőben a Krisztával, és kérdeztem tőle, hogy miért hiszed el azt, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni? És mondta, hogy tudom. És mondtam, hogy de én tudom, én nem érzem most ezt. És ez nagyon érdekes, amikor, de közben pontosan tudom az úszásról is, amikor ott voltunk a paralimpia döntője előtt, és mondtam Tolja bácsinak, hogy én most haza akarok menni. És mondta, hogy jó, leúszod ezt a 200 vegyest, és én a haza mehetsz. És emlékszem arra a pillanatra, talán Athénban, ott már 20 éves voltam, egy kicsit tudatosabb, amikor itt tudatosítod magadban, hogy az, amit most a gyomrodban érzel, az a remegi, az része ennek a folyamatnak. És amikor kimész, és ott fogsz állni a rajtkőn, amikor kimész, ott fogsz állni a színpadon, amikor kimész, ott fogsz állni a kamera előtt, akkor valami átkattan, és egy teljesen más üzen. Nem tudom, hogy ez van nektek is a színházban, vagy az izguló színészek, én gondolom, hogy ez lehet, hogy egyszerűen a tapasztalatból tudod, hogy át fog kattani, és ezért elfogadod ezt az előtte lévő néhány órát, ami azért nagyon nehéz, mert nagyon izgulsz. És ez volt, hogy volt egy 2 óra előtt, ami nagyon nehéz volt, és nagyon jól éreztem magam megint a kamera előtt. Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, csak most már nincs benne rutinom. A kollégáim, akik megtudták, hogy veled fogok most találkozni, nagyon gratulálnak a vasárnapért. Tényleg, nagyon köszönöm. Én ugye olyan vagyok, hogy utána pörgetem az agyam, és látom, hogy nagyon jól érzem magam, de ebből nagyon sok minden tanulható, nagyon sok minden gyakorlással fejleszthető. Ha lesz még lehetőségem, nagyon boldogan csinálnám, mert szívesen fejlődnék még ebben. Lássuk be, ez is egy szakma. Te izgulós vagy, Zsolt? Én nagyon. Mai napig? Igen. És ugyanezek neked is, hogy gyomor, meg hát, szívverés? Igen, és a képességtelenségtől való félelem. Hogy kiderül? Igen. 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 Ez egyre jobban, ahogy így telik múlik az idő, egyre jobban. Magad számára derül ki, hogy nem vagy olyan, mint gondoltad, vagy más számára? Is. Melyiktől félsz jobban? A magaméra. De azon már túl vagyok, az már kiderült, hogy erre alkalmatlan vagyok. De igen, szóval valahogy ez a állandó teljesítménykényszer azért biztos meg is edzi az embert valamilyen szinten, de az, hogy szinte ez naponta bekövetkezik, ez nagyon iszonyatosan fárasztó. Nagyon-nagyon fárasztó. De odáig el tud jutni, hogy az ember, amikor színpadra kéne lépnie,
egy ilyen pánik hangulat lesz úrrá rajta, és azt mondja magának, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni, mert rossz vagyok. Idáig nem jutottam el, az egyik nagy példaképe nekem Győri Emil, akit állítólag úgy kellett belökni a színpadra minden egyes alkalommal, mert nem volt hajlandó azt a vörös poszt, vagy vörös vonalat átlépni, de már kezdek közel járni hozzá. De nem, szóval az ember az utolsó pillanatban vesz egy nagy levegőt, és amikor bent vagy, akkor ott már minden más. És én ezt most már tudom, hogy ez az állapot abszolút átfordul bennem, és akkor az a dolgom, hogy azokat a felgyűlemet, feszültséget, energiákat, ami még van, azt kifele. Ez szerintem az, hogy ez a feszültség, ez abban a pillanatban, amikor az ember ott van, az valakit bénít, és valakit meg egy olyan löketet ad, hogy olyanra vagy képes, amire nem gondoltad volna. És én ezt látom mondjuk a gyerekeknél is úszásban, hogy nyilván valamennyire fejleszthető, de valahol ez egy adottság is, igen, hogy az biztos, adrenalin, biztos. Amikor elönti a testedet, attól te jobb leszel, vagy rosszabb leszel. És az az élmény, az nyilván neked akkor számtalanszor megvan, ahol, amit a maratoni futók is mondanak, hogy amikor a sok szenvedés, a monotonitás után van egy átfordulás. Igen, na ez a másik, és most is ez van, hogy most már inkább többet futok, most az lett így a hétköznapi sportom, és utálok futni, tehát hogy semmi jó nincs benne. De akkor futás közben elképzelem magam, hogy majd a félmaratonon, majd ott rettenetesen meghatódva a saját teljesítményemtől 346-ként beérek a célba, és nyakamba akasztják az érmet, és ettől a képtől így megyek. És az úszás közben? És az úszásban is ez volt, hogy amikor nagyon rossz volt, akkor tényleg az volt, hogy elképzelem, hogy majd ez a pillanat, ez a nagyon rossz pont, amikor így, amit beszéltünk az izgalommal kapcsolatban is, hogy ezt most így át kell engedni magamon, ez része, mert ettől lesz nagyon-nagyon édes majd ott a dobogó tetején. Tehát enélkül az nem olyan. Mi pont előadásunk volt, amikor volt ez a hír, nem tudom, ott nézték a telefonjukat előadás közben a kollégáim, hogy milyen díjazási különbség van a normális olimpikonok és a paralimpikonok között már államilag. Hát akkora üvöltözés volt ott a büfében. Igen. Hát mocskolódása, persze. Hát mit képzelnek ezek magukról? Hogy merik így tolerálni ezt a kettőt? Szóval, hogy mi jogon? Emberek ezek? Na, mindegy, szóval. Ebben az a bántó, hogy ez ilyen változó. Tehát, hogy Sydneyben, amikor én elkezdtem, és ugye Sydneyben nyertem, akkor 10% volt. És mindenki azt mondta, hogy hát ez Szekeres Pali érte el, hogy 10%. Már az épekhez képest. Tehát 10%. Az épek jutalmának 10%-a volt a mi jutalmunk. Ugye Athén volt az, ahol ez változott. Ez ugye egy nagyon érdekes helyzet, az akkori sportminiszter, aki egy hónappal később miniszterelnök lett, ő kijött a paralimpiára. Ugye nyilván a közelsége miatt is könnyű volt, de ő volt az első olyan sportminiszter akkor, aki eljött és megnézett egy paralimpiát élőben, hogy ott tulajdonképpen mi zajlik, és megnézte az én döntőmet. Nyilván amikor hazajött, biztos, hogy ennek volt PR értéke, és lehetett már tudni, hogy hány érem van, egy darab aranyérem van, tehát nem az van, hogy itt most 20 ember. És meghozta ezt a döntést, az volt az első miniszterelnöki döntése, hogy felemelte 100%-ra egyenrangú volt. Ez ugye maradt még Pekingben, és akkor utána ott azzal, hogy Sors Tamás mondjuk 5 érmet nyert, és ő lett kvázi a leggazdagabb sportoló abban az évben, akkor azt mondták, hogy hát azért ez mégse legyen, és akkor visszaváltoztatták 50%-ra. De nem tudom, tehát hogy igen, ez egy komplex vita, nagyon-nagyon sok kérdés. Nem lehet súlyozni. Mi alapján? Mi alapján súlyozol egy vízilabdázót egy dzsúdóssal? Mi alapján egy dzsúdós, aki egy darab súlycsoportba tud elindulni egy számba, meg egy úszót, aki el tud indítani 8-ba? Hol van itt igazság? Tehát, hogy ezt nem lehet azt mondani, hogy akkor, vagy hogy melyiket hányan nézik, vagy hány ország bűzik. Nincsen. Tehát nincs olyan szempont, amiről azt tudnád mondani, hogy az egyik több, vagy az másik kevesebb. Tehát szerintem van olyan paralimpiai úszódöntő, amit többen néznek, mint nem tudom, egy olimpiai sportágat, íjászatot, nem tudom. Zsolt, te ha igazságtalanságot látsz, mert hogy láttam a szemedben most az indulatot az előbbiek során, akkor úgy... Valahol színész vagyok, igen. Ja, hogy lobot vedd benned? Tehát, hogy föl tudod cseszni az agyad úgy rendesen? Hát azért igen. Milyen körben engeded ezt látni, hogy milyen vagy, amikor fellobbansz? Hát a munkahelyemen igen, tehát azért az ember
legalábbis én eddig mindig biztonságban éreztem magam, tehát az ember, meg hát be otthon, hát az igen. De olyan morgó vagy, aki úgy bajsza alatt mondja, vagy aki úgy kérezti a hangját, hogy elmennek ezek? Nem, én alapvetően morgó vagyok. Inkább, mint ilyen csattanó. Ha már csattanok, akkor, szóval, akkor mert sokáig folytom magamba, akkor az már... Ott nagy baj van. Sok minden nem morog? Hát azért... Ez olyan, nem, hogyha kinyitja az ember az ajtót, hogy én érzékeny vagyok az igazságtalanságra, akkor így el tudja önteni. Tehát, hogy annyira sok van a világban, ajaj, hogy egyszer csak azt kell mondani, hogy be kell csukni az ajtót. Hát muszáj szűrni, sajnos. Igen, mert reggeltől estig tudsz morogni. Igen. Színházon belül is képes vagy hallatni a hangod? Akár korábban Alföldivel, akár mondjuk Kovács Adéllal, a Radnóti Színház igazgatójával szemben? Jóval nyugodtabb vagyok már azért, tehát fiatalabb koromban, igen, a Robival is voltak csatáink a kezdetén, tehát az első produkcióban. Aztán utána valahogy összesimultunk. Tehát ő is pontosan tudta az én ízlésemet, én vártam az ő elképzeléseit. Tehát ő egy nagyon vehemens ember volt most is, és én mindig egy jófajta izgalommal ültem be az olvasópróbára, hogy vajon mit fog most kitalálni. Ugyanakkor az Alföldi 5 évéről szóló könyvben te azt mondtad, hogy az első év, együtt töltött első év végén te majdnem fölálltál. Igen, igen, mert a Robi nagyon feszült volt. Tehát azért lássuk be, a Nemzeti Színház igazgatói széke, az egy pozíció, azért ott jóval inkább a figyelem keresztüzében van valaki, és egy év kellett neki ahhoz, hogy megnyugodjon, hogy ő ezt fogja tudni csinálni. De a feszültség ez miben nyert teret? Tehát hogy kell elképzelni, ami téged zavart? Sokféleképpen lehet feszült valaki. Hát, hogy feszült volt minden nap, kiszámíthatatlan volt, rapszódikus volt. Tehát érezhető volt az, hogy ő izgul. Persze ez nem minden napra igaz, de nem volt vele jó egy légtérben lenni. Mondtál ezt te neki, pláne úgy, hogy ti jóba voltatok? Nem mertem. Nem merted? Nem. De mitől féltél, hogy megsértődik, vagy hogy valami... megbicsaklik a ti kapcsolatotokban? Nem, a kapcsolat megbicsaklatásától nem féltem. Mindig attól félek, amikor nem mondok valamit, hogy rosszul fogalmazok. Én például ezt nyilatkoztam, és nem szeretem a kollégámat instruálni. Mert ez is egy főiskolás frusztráció, hogy volt olyan, amiért másnap kritikát kapott az a kollégám, akinek előző este a próbán én mondtam valamit, ami kiderült, hogy másnap nem túl jó ötlet az ítés szerint. Tehát, de érezhető volt, hogy ott ő egy másik régióban van. Tehát... Te képes lettél volna te eljönni? Hát komolyan megfordult a fejemben. És miért nem jöttél el? Mert sikerült a végén ezt megbeszélni. Nem, és akkor lehet, hogy egy gyáva szar vagyok, hogy nem egyedül, hanem többen tudtunk így oda menni a Robihoz, és megmondani neki. De azt nagyon jól csinálhattátok, mert azért, amikor egy feszült embernek azt mondod, hogy te nagyon feszült vagy, akkor általában nem az szokott lenni, hogy ó, tényleg, és akkor megnyugszik, hanem akkor még feszültebb lesz attól, hogy hát ez hatással van, és látják, és... Hát ráadásul, szóval, hogy mondjam, olyan emberek mentünk oda, akiket ilyen szempontból nem volt egy nagy vállalás részünkről, hát pontosan tudtuk, hogy mennyire szeret minket, mert évek óta... Kik mentetek oda, ha már ezt említettem? Hát, Stoll gondolom, igen? Igen, én szerintem volt ott öreg is, lehet, hogy Dezső. Karas Dezső. Hát, azért már nekem sem túl jó a memória, megmondom őszintén. De annak azért van egy, hogy mondjam, ereje, amikor nagy magyar színészek oda mennek, egy nagy magyar színházigazgatóhoz, és azt mondják neki, hogy nem tudom, mit mondtatok, de az, hogy feszült vagy, kicsit lazulj el, hogy nem tudunk most... Hát, hogy bizonyos problémákat engedjen el, mert meg fogunk bolondulni itt együtt. Tehát, hogy egyszerűen olyan szarhangulat kezd, uralkodik már ideje, amiben nem jó létezni. Tehát... De ő ezt gondolom önreflexíven fogadta, és változtatott rajta. Igen,
Igen, igen, igen, belátta, abszolút, abszolút. Azért ez nagyon tehát fontos. Nagyon fontos, és nagy erény van. Meg az, hogy akkor ti ezt végül is konstruktívan tudtátok, tehát hogy nem azt mondta, hogy csináljad már valamit, mert nekünk itt rossz, hanem tényleg az, hogy gondolom, én úgy képzelem, vagy nem tudom ezt például a gyerekem, vagy gyereknevelésben látom, hogy sokkal jobban működik, hogyha megérti azt, hogy ez érted is van. Tehát, hogy ezt azért mondom, hogy ez neked is segítség, és ha ezt így meg tudja fogalmazni az ember, akkor talán könnyebb önreflexívnek. Igen, csak a gyerekkel lenni. Kapcsolatban én azt érzem, hogy amikor az ember kritikát fogalmaz meg, akkor a szeretet az adott, az konstans. És egy baráti és egy szerelmi viszonyban meg ez egy nagyon törékeny dolog. Tehát sok múlhat rajta, hogyha másik befeszül, vittem, stb. Nem tudom. Tehát... De igen, tehát sikerült megoldani, tehát, na igen, belátott mindent, ő is pontosan tudta, érezte. Ő akkor is tudta, hogy nem normális, már úgy hülye, hogy hülyén viselkedik, amikor hülyén viselkedett. Csak amikor a gőz elönti az ember agyát, akkor nincs kontroll, vagy minimális a kontroll. Neked volt már olyan, hogy valaki szólt? Nem pont emiatt, de amikor úgy félrehívtak, és nagy súllyal elmondott mondatot kellett végighallgattod magaddal kapcsolatban? A színházban? Vagy igen. Mondhatsz másmiért is, csak most elsősorban erre mertem rá kérdezni. Nem nagyon, megmondom őszintén, olyan volt, hogy valamire fölhívták a figyelmemet, amit én nem értettem meg. Tehát egy szerep kapcsán például, vagy egy próba folyamat kapcsán. És én egy olyan kritika hangzott el, amit én úgy gondoltam, hogy én ezt akarom, ezt próbálom, csak akkor valamiért nem sikerül. Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Mert ezek nem exakt dolgok. Az ember rengeteg kritikát kap egyéni sportróként is. Hát az borzalmas lehet különben egy edzőnek, hogy azt a motivációt folyamatosan fenntartsa, amikor pontosan tudja, hogy egy monoton valamit csinál az ember, aki a vízben van, vagy a tornaszeren van, vagy mit tudom én, vagy épp fut, vagy gátfutásnál, technika, rúduglásnál, mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy az ember rengeteg kritikát kap így a szakmai élete folyamán. De hogy azok a kritikák pontosan legyenek megfogalmazva, az szerintem az egy nagyon nehéz ügy. Nehéz, mert ugye te azt mondtad, hogy nagyon szabatosan és adekvát módon kell kifejezni az ilyesfajta kritikát, és te félsz, hogy rossz kifejezésekkel élsz, és nem lesz az egész pontosan átadható. Igen. Vagy azt a hatást váltod-e a delikvensben, amit gondolsz, vagy amit szeretnél? De ez nem abból fakad, hogy egyszer azt mondtad, hogy mérhetetlenül gyáva ember vagyok. Te. Mondtad magadról. Hát én nem vagyok Petőfi Sándor, megmondom őszintén. Jó, de azért a mérhetetlen gyáva és a Petőfi között azért van egy szolid távolság. Miben áll a te gyávaságod? Konfliktuskerülésben? Igen, én alapvetően konfliktuskerülő ember vagyok. Igen. Én, tehát eleve van egy folyamatos feszültség a személyiségemben. És néha azt érzem, hogy azt már nehezen tudnám még pluszba elviselni. De milyen feszültségre gondolsz? Egy pulzálás? Szorongás. Mitől? Mitől nem. Tehát... Mondjuk ettől az interjútól szorongtál? Nagyon. Tényleg? Rettenetesen. Miért? Mert nem tartom magam egy túlságosan kommunikatív hallgató embernek. Hát erre most rácáfolsz. Nagyon kommunikatív vagy szerintem. Igen, mert van az a presszió, hogy most pontosan tudom, hogyha itt ülnék, mint a kuka a mikrofonnál, akkor titeket hoznának milyen szerencsétlen helyzetben. Addig kérdeznénk, mit válaszolnak. Vagy hát már Dóra beszél, de hát igen. Szóval, hogy... És most gondolom, a pandémia is betett ebbe a puttonyba, hogy igen, szóval ilyen van egy ilyen pánik közeli sokszor. De egyébként ez a nyilvánosság? Tehát, hogy nyilvánosság előtt nem vagy kommunikatív, egyébként meg az vagy amúgy is egy zárkozottabb ember vagy így magánéletben is? Hát úgy amúgy is egy zárkozottabb ember vagyok. De... Szemérmesebb? Hát lehet, mert fogalmazhatunk, én is fogalmam sincs. Tehát a színpadon vagy inkább, aki megmeri mutatni magát, amúgy igen. Képez egy burkot. Igen. Igen, valahogy a színpadon az,
az bátorságot ad, hogy azok nem az én szavaim, vagy nem tudom. Igen, egyfajta állarc. Uh-huh. Szerintem én is gyáva vagyok. Most ezen gondoltam. Te gyáva? Én nagyon utálok félni. Nem szeretem az érzést. Illetve, és gyáva hogy... vagy gyávának lenni, ezért inkább vagy bátor. Nem, én nem, vagy nem tudom. Tehát, hogy én, nekem az egy komfortzóna kilépés, hogy mondjuk belemegyek olyanba, amikor félek dolgoktól. És nagyon, tehát a hétköznapokban egy csomószor kerülöm ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy nem teremtek ilyen csak azért, hogy feszültség legyen, vagy ilyesmi. Tehát te nem elkerülöd, hanem belemész. Nem, hanem egy csomószor elkerülöm. Például a kritikát azt úgy kerülöm el, hogy megpróbálom megelőzni, hogy inkább annyit elemzem magam, hogy ne érjen meglepetés, hogy valaki mond egy erős mondatot, mert én azt már előbb tudom magamról, és nem, tehát hogy például gyáva vagyok a kritikát, félek a kritikát. Nem is olvasod el? Nem. Tehát mikor a élő közvetítés alatt, ami most nem, azt a férjem volt, dolga. És nem tudod, hogy ugye nagy magyar közvélemény mit gondol? De a férjem az mindig mondja, és ő ad egy, ő egy ilyen előszűrő, és ha úgy van, akkor ő bele is áll abba, hogy engem megvédjen. És biztos, hogy azt mondja, amit olvasott? Tehát, hát hogyha... tehát elmondja, ha, tehát az, hogy nem tudom, csúnya a ruhád, teljesen jelentéktelen, meg amikor olyan helyzet van, hogy személyeskedés, az lepereg rólam, azzal nem tudnak bántani. Mi tud megbántani? Mi sért meg? Az tud megbántani, hogy valami, amiben tényleg rossz vagyok, és valaki előbb látja, mint én. Nekem azt kell tudnom, hogy én előbb tudjam. Tehát, hogy tudjam azt, hogy miben hibáztam, és azt ne az internetről kelljen megtudnom, hanem legyek annyira önreflexív, hogy én ezt előbb észreveszem, és tudom azt, hogy miben kell fejlődnöm, mik az erősségeim, mik a gyengeségeim, ezt nem mástól halljam. De mi történik akkor, hogyha más hívja fel a figyelmet akkor, valami olyanra, amit te nem vettél észre? Akkor hiú vagyok, és nagyon, nagyon rosszul esik, hogy nem, akkor azt érzem, hogy ez bánt engem. De közben meg tök jogos, de mégis nem akarom hallani, az rossz érzés. Úgyhogy igen, ilyen szempontból. Gyáva vagyok a konvertektől is, tehát hogy én nem merek. Megjelenik egy cikk, amiről tudom, hogy megosztó témához nyúltam, akkor körülbelül bebújok az ágy alá két napig, és majd szólok a férjemnek, hogy de szóljon, ha jöjjön ki. Kommentek az annyira más, mert az ilyen személytelen. Tehát amikor az ember így személyesen az arcába kap dolgokat, akkor legalább az a tisztelet megvan, hogy nem anonimként ott írogatnak ezt, azt, amaz, tehát az valami pusztító lehet. Megint ez a buta sportolók skatúja, tehát hogy úristen, nem jó, ha kiderül, hogy tényleg. És én nem tudtam, és akkor az internetről kell megtudnom, hogy tényleg. Még kiderülhet, hogy tényleg? Hát nem tudom. Saját magad számára? Hát, hogy valami olyan cipőbe léptem bele, ami túl nagy. De és az nem írja felül azt, amit az eddig az ember felépített, és tudott saját magáról. Egy rossz lépés. Miért kérdőjelez meg, nem tudom hány évtizedet. Az, hogy nem voltam annyira önkritikus magammal, hogy ezt beláttam volna, hogy erre alkalmatlan vagyok. Nekem ilyen volt például az Eurosport egy csomó ideig, hogy fú, én most ideültem kicsit azért is, mert paralimpiai bajnok, meg úszó, és lehet, hogy semmi közöm ehhez az egészhez, és nem vagyok jó. És hogy mi az a pont, amikor ezt még nyomni kell, és mi az a pont, amikor azt kell mondani. És mi volt az a pont, amikor megnyugodtál abban, hogy ez neked megy? Az, hogy ott voltak azok a mentorok, és akkor elmondták, hogy ebben és ebben kell fejlődnöd. Ha ezt és ezt megcsinálod, erre és erre figyelsz, akkor jobb leszel. És rájöttem, hogy ebbe van, hogy ez nem csak arról szól, hogy tehetséges vagy nem, tehát hogy ebbe munka van, és ezt lehet tanulni, és az mindig, szerintem az mindig ad az embernek egy magabiztosságot, meg önbizalmat, hogy most is tudtam a Partizán előtt, hogy ha belerakom a munkát és a felkészülést, azért az ad egy biztonságérzetet. Csak van, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan hogy lehet erre kell felkészülni, vagy hogy tudsz ebben jó lenni. Ebből következően te például a kudarcnál összeomlasz? Igen, eléggé. Vagy nem tudom. Attól függ, milyen típusú kudarc. Ugye az úszásban is nekem volt a 2001-es Európa-bajnokság, megnyertem Sydneyben 16 évesen, utána, ahogy Tolja bácsi fogalmazott, elkapott a csillagbetegség, ami szerintem elkerülhetetlen. Persze. A megrészegülés? Teljesen. És nem, tehát hogy én nem tudom az ellen, hogy lehet védekezni. Tehát 16 évesen nincs olyan érett személyiség, és szerintem talán még olyan védőháló se, hogyha minden nap reggeltől estig elmondják, hogy te isteni csúcs szuper vagy, akkor ezt ne hidd el egyszer egy ponton. De hogy viselkedtél? Hát flagmán. Uh-huh. Flagmán nagyképűen most nem is tudom, felkerült az internetre egy talán heti hetes, vagy nem tudom, hol meghívtak minket vendégnek, és
tehát így nem tudom, oda mennék, és így megráznám magam, hogy hogy képzeled, de hogy így beszélsz. Ott ültél a heti hetesbe Gál Völgyék mellett, vagy között? A nézőtéren, és azt hiszem a Hajós Andrásnak szólt, nem szóltam be valamit, de valamilyen nagyon flegma, hogy nem tudom. Jaj, nagyon kellemetlen még visszagondolni. Jó, hogy elmondtam, mert mindenki már jól megkeresi. Én megfogom. De hogy tényleg, tényleg, és ez voltam, és ez nagyon érdekes, mert akkor azt hittem, hogy hát még ennyire jó vagyok, hogy még ezt is tudom, hogy én ez nem is így van, és mindenki csak mondja körülöttem. És nem volt olyan fontos az úszás, mert sokkal fontosabb volt ezekre a helyekre elmenni, ahol engem szeretnek és dicsérnek, és reflektorfény van. És aztán 2001-ben saját magamat megverve lettem ezüstérmes az Európa-bajnokságon. Tehát, hogy 5 másodperccel rosszabb időt úsztam, mint előtte egy héttel edzésen. És azzal az 5 másodperccel lettem második. És az egy sokkoló élmény volt. Igen, ez közben nálunk is így van, mert hogyha, mit tudom én, két ugyanaz előadás van egymás után, ha az egyik jól megy, a következő biztos, hogy nem. Mert ez már megvolt, tehát ez működik. Hát, de hát 2 órával ezelőtt elmondtam ugyanazok a szövegeket, és nem. Lanyhul a koncentráció valószínűleg. És nem akkor se a koncentráció, nem, a szándék. A szándék, értem. Az, mert az ember azt mondja, hát ez van. És akkor hogy lehet 40 egyszerre, meg 60-szorra? Nem, ő egy estéről beszél, mondtam, egy 3-as és egy 7-es előadás. Vagy mondjuk az, hogy hétfőn, kedden ugyanaz az előadás megy. Ha az egyik nagyon jól sikerül, a másik biztos, hogy gatya szar lesz. És melyikre kell menni, az elsőre vagy a másodikra? Ez teljesen random. Ez egy csomó minden, csillagoktól, a fene tudja, hogy mitől függ. Udvaros Dorottya azt nyilatkozta rólad, akire sokszor álltál egy színpadon, hogy minden előadás után van benned valami elégedetlenség. Érződik rajtad az arcberendezéseden, hogy még ott te utána azon gondolkodsz, hogy mit rontottál el. Ez honnan van ez a maximalizmus? Nem tudom. Tényleg fogalmam sincs. De hát én ilyen típus vagyok, sajnos. Mondom, hogy sajnos, mert nagyon kevés dolognak tudok ezáltal örülni. Mert de tényleg az, hogy a tapsnál az jut eszembe, hogy mi nem sikerült. Tehát ez nonsense, ez egy hülyeség. És ez az idő előre haladtával csökken vagy nő? Ez nem változik. Nem, ugyanannyi. Tehát állsz a színpadon, tapsolják az előadást állva, és hát neked hajolsz meg, és az jár a fejedbe, hogy ott a második felvonásban. Az nem volt jó a szünet. Az a... Hát, ha nem is így, tehát ezek nem ilyenek, vagy jaj, összeborult a nyelvem, hanem hogy valamit nem sikerült érzelmileg, vagy gondolatilag, vagy nem tudom én megcsinálni. Igen. Nem is volt sok önfelett tapsrended? De azért volt. És egy olyan pillanatom volt eddig életemben, amikor megszűnt a világ. És azt elmeséled, mikor? Az a Hazafit nekünk című előadásban volt, a Gáspár Sanyival, Csámpival voltunk ketten a színpadon, én Rédl, ő meg valami orosz kém, vagy nem tudom, tiszt, és volt egy jelenet közöttünk, de alapvetően ő, tehát a jelenetben a nagyobb súly az a Csámpié volt. És ott le volt eresztve a Nemzetinek a színpada, és lent ültek a nézők is, egy ilyen egészen barátatos helyszín volt. És akkor egyszer csak, mit tudom én, az időt nem tudom, hogy 1,5 perc, 2 perc, 3 perc, egyszerűen megszűnt kerülöttem az, hogy engem most néznek. Az egyszer fordult elő akkor. Minden előjel nélkül? Minden előjel nélkül, igen, pedig nem szívtam gázt előtte, hogy valami sem. Nem úgy értem, volt. Tehát hogy nem volt a levegőben az, hogy itt most valami... Nem. Hát egyrészt mondjuk imádattal nézem egy csomó kollégámat, így a Csámpit is. Tehát én, amíg ott voltam a Nemzetiben, én nem tudtam feldolgozni, hogy Törőcsik Mari, Garas Dezső, Bodrogi Gyusz ott áll mellettem. A végéig? Tehát az 5. év végén? Igen. Se. Se? Se. De mit éreztél, mikor ott volt a Törőcsik, vagy a Sinkó, vagy nem tudom ki mellette? Rajongás, tiszteletet, csomó mindent. Ők ezt látták rajta? Tehát ilyen setes utává váltál? Nem, azért nem. Megúvtam őket ettől. De egyébként a színészeknél a tapsrend az, mint a sportban a dobogó? Az olyasmi típusú élmény? Vagy ez attól függ, hogy mert úgy is tapsolnak, még ha te azt is érezted, hogy nem volt jó az előadás? Hát igen, van ebben, hogy általában tapsolnak. Nem, a dobogó szerintem az különlegesebb cucc.
A dobogó az olyan élmény, amikor valamiért nagyon keményen dolgozol, és az az elképesztő megkönnyebbülés és elégedettség érzés, hogy ezt megérte. Mm-hmm. Hogy itt most kijön, hogy... Na, a tapsa az azért nem ilyen, mert általában minden este van. És nem azért, tehát például nem azért, hogy az ember ezt megszokja, például azt, hogy a Nemzeti utolsó másfél-két évében minden este fölállva tapsoltak, azt nem tudtam megszokni. Azt egyszerűen nem tudtam megszokni. Már hogy megrázott estéről estére? Igen, igen, és belenézni azokba a szemekbe, amit azok az arcok tükröztek vissza, az az energia, ami belőlük árad felénk, az képtelenség volt megszokni. Azt a szeretet hullám és figyelem hullámot, azt a rajongást, ami a rockstárok érezhetik esetleg így magukat egy-egy, négy évente egy-egy koncerten, vagy fogalmam sincs. De az már nyomasztó volt, vagy terhesen sok Csodálatos volt. Csodálatos igen. volt. Csodálatos. Mennyi időnek kellett eltelnie, hogy abból fölocsúdjatok, hogy annak vége? És azt hiszem nem is volt olyan alföldi filmjelezte darab, amely tovább ment volna a Vinyánszky érába. Tehát egyetlen egyet se tudtatok tovább játszani. Mindent levettek. Igen. Hát mint a betonfalnak ütköztünk volna. Hát, de hát ezt önmagának is köszönheti, mert hiszen, hogy ezt nem teszi az Attila, akkor lehet, hogy nem lett volna ekkora őrjöngés, hogy még lássuk azokat az előadásokat, mert hiszen tudták, hogy június 21 vége mindennek. Tehát még most kell megnéznünk. Igen. Na mindegy. Hogy mennyi időnek kellett eltenni, hogy felocsúdj ebből? Mert az volt egy gyász időszak szerintem ott a Nemzeti kollektívája kapcsán, hogy itt valami véget ért, és lehet, hogy visszavonhatatlanul. Hát nézd, mivel tudtuk, hogy ez bekövetkezik, tehát az ember próbál készülni rá, ez nyilván egy kicsit olyan, mint a halál, hogy készülsz rá, de aztán amikor szembesülsz vele, akkor ugyanúgy traumatizál. Nem volt könnyű időszak utána, de most már hál' Isten annyira rég volt, hogy... Be is hegett. Tehát ez már ilyen nagyon rég is. Tulajdonképpen nem. Azt hittem, hogy igen. Most Törőcsik Marinak volt ősszel az emlékestje, és én ott fölléptem a Dés Lacival, Básti Julival, basszusgitároztam nagy-nagy örömömre, és hát délelőtt bementem próbálni a Nemzetibe, hát, és akkor bementem, próbáltunk, Lacival kicsit beszélgettünk, Julival csókolóztunk, bár ölelkeztünk, stb., nem tudom. Vissza, bejutottam a kocsiba, és úgy remegett a kezem, hogy nem tudtam megfogni a kormányt. Mert én azt hittem, hogy én ezen már... És hát, attól, hogy visszamentél az épületbe. Igen. És mégse. Hát mégse. Úgyhogy nem is járok arra nagyon. Nem? Nem. Néztem előadásokat régen, de most már, tehát 3 éve szerintem nem tettem be. Tudatosan arra. Kikerülöd azt? Nem. Szerencsére nincs túl sok időm esténként színházba járni, úgyhogy... Mert hogy játszol az esetek igen nagy részében. Igen. Még egyet beszéljünk meg ezzel kapcsolatban, nem akarom itt ezt blokkokra osztani. Ezt a témát mesézzük ki. Ez, hogy milyen színésznek tartod magad, mert azt mondod, hogy folyamatosan kritikával élsz például a Tapsrendnél, saját magaddal kapcsolatban. Amikor Udvaros Dorottya azt nyilatkozza rólad, és megpróbálom szó szerint idézni, hogy korosztály a legjobb színésze, de azt hiszem, hogy ezt a kört én még ki is nyitnám, több ő, mint korosztály a legjobb színésze. Az egyik legnagyobb magyar színésznő, amikor ezt mondja valakiről, én ezt a saját fülemmel hallottam egy televízió interjúban, akkor az emberben nincs annyi kredit vagy muníció, hogy ezeket a önostorozásokat, ezeket elhessegesse magától? Nem gondolkozom én ezért folyamatosan ezen, de úgy néha, hogyha ilyen interjúhelyzet adódik, akkor az ember előtte gondolkodik azon, hogy mit tudom én valamit úgy verbálisan kiadjon magából. Próbáltam megfogalmazni még, hogy akkor, hogy mitől lesz az ember nagy színész, hát fogalmam sincs. Nem. De te tudod magadról, hogy nagy színész vagy? Én azt tudom, hogy biztos, hogy képviselek olyan értékeket, amikre mások fölnéznek. De ezt nem tudnám megfogalmazni. Tehát például fiatal kollégákon vagy kollégákon érzem azt, hogy amikor találkozunk, hogy elkezdjük egy próbaidőszakot, hogy megtiszteltetés nekik velem dolgozni. Ez nyilván koromból is adódik, vagy hogy úgy néznek rám, hogy látszik. Mint te a Garasra. Például. Igen? Hát ugyanaz az elfogódottság. Sincs, nem tudom. Akkor én adok egy alternatívát, és most rád fogok hivatkozni. Azt nyilatkoztad egy interjúban, hogy
kevés olyan színész van, aki úgynevezett egész estés színész. Igen, igen, igen. Aki 7:30-11 között kitölti. Talán én ilyen vagyok, mondtad magadról. Igen, igen, igen. Talán mert színpadon valamit belém látnak, ami talán nincs is meg bennem. Lehet, hogy nincs. Lehet, fogalmam sincs. Például a film ilyen, hogy vannak olyan színészek, akik nem biztos, hogy nagyon jó színészek, de olyan az arcuk, amikor adsz egy közelít róla, hogy valami egész elképesztő univerzumokat belelátsz abba a tekintetbe. És abszolút elképzelhető, hogy nincs mögötte az. Ez karizma, nem? Igen. A színházban én azt gondolom, hogy az a nagy színész, hogy én az utolsó sorban is egyszerűen bemegy a bőröm alá az az energia, meg az aura. Pusztán a jelenléttel. Igen, igen. És az valószínűleg tanulhatatlan. Meg előhívhatatlan igazán. Vagy megvan valakibe, vagy nincs. Igen. Dóri, ugye erről te beszéltél sokszor, hogy amikor te megszülettél, akkor édesanyádnak szülés utáni depressziója volt tulajdonképpen? Tehát a szülés utáni pszichózis az ugye egy nagyon súlyos állapot. És az nagyon durvább, mint a depresszió? Igen, igen. Ugye azok az esetek, amikor mondjuk az anyuka egyszer csak kilép az ablakon, és kiugrik. Mm-hmm. Tehát annak ilyenkor megvan a reális veszélye? Abszolút megvan a reális veszélye, és azt gondolom, hogy nekem tényleg akkor egy nagy szerencsém volt, hogy így születtem, mert ugye nagyon figyelték az anyukámat, hogy igen, depressziós lesz ettől a hírtől, vagy hogy milyen hatása. A hírtől lett nem, az? Ez abszolút, ez egy, ennek van egy fiziológiája, hogy az agyalapi mirigyben nem tudom milyen folyamatok, tehát teljesen megjósolhatatlan, és ezért rettenetesen veszélyes, hogy kivel történik meg, mert egy elképesztően energikus, életvidám, csodálatos terhesség és szülés élmény után is megtörténhet egy ilyen. Tehát nagyon-nagyon kell rá figyelni, és észrevenni a jeleket, és az anyukámra figyeltek, és a nagymamámnál voltunk, mert apukám katona volt, és a nagymamám bölcsődei gondozó volt. És akkor észrevette, hogy itt vannak olyan viselkedésbeli problémák, amik nem normálisak, hogy 3 naposan, azt mondta, hogy ne vegyenek föl, hát nem kell engem fölvenni, vagy ez a teljes elutasítás volt felém, és akkor őt, igen, akkor szóltak az ismerősöknek, visszavitték a nagyatádi kórházba, hát és ez a vidéki 84-es Magyarország, ott őt elektrosokkolni akarták. Akkor ez még volt. És az volt a szerencse, hogy ott pedig a testvére volt a szülésznő, azért születtem én nagyatádon, hogy anyukám húga ott lehessen, és akkor észrevették, hogy nem adnak neki ételt. Tehát, hogy valami beavatkozásra készülnek, igen. És akkor így mindenféle családi beavatkozásokkal átvitték Pécsre a pszichiátriára, és ott talán 2-3 hónapot volt. Addig te kivel voltál? Én addig a nagymamámmal, a nagyszüleimmel voltam, és akkor a nagybátyámnak legendás története, hogy kis babettával jártam arcalit, és pontosan tudta, hogy melyik éppen frissen szült nő mikor fejt, és hol van friss tej, és hozták nekem a friss anyatejet. Ő akkor 16 éves volt. És egyébként a mai napig ugyanő anyukám öccse, és 9 év van köröttük, de én például bátyúsnak hívom, mert egyszerűen nekem ő egy olyan, mint egy bátyja ettől, hogy az első 3 hónapunkat azt így együtt töltöttük. És ha jól sejtem, akkor, mikor elmúlt ez a pszichózis, tulajdonképpen újra kellett kezdeni az anya-gyerek kapcsolatot? Hát én ugye szinte nulláról? Április 4-én születtem, és azt hiszem, hogy augusztusban kezdődött a mi összeszoktatásunk újra anyukámmal. Amit most, ez ugye, amikor az embernek születik egy gyereke, akkor ezek a családi történetek, ezek nagyon-nagyon más fiókba kerülnek. Aha. Azáltal, hogy én ott vagyok a kórházban, hogy én hogy élem meg az anyaságomat, és ez egy nagyon-nagyon érdekes volt, mert nekem is körülbelül 3 hónap volt, míg anya lettem. Tehát, hogy így megérkeztem én is ebbe az anya-fia kapcsolatba. Addig a kisfiammal. Addig bennem is egy ilyen, tudom, hogy ezt kell csinálni, mert ezt írták a könyvek, meg ezt mondták, de az az érzelmi háttér, az a csontig hatoló imádat, és az az egybe olvadás, ami ugye egy ilyen anya-újszülött kapcsolatban van, akinek korábban jön, van, akinek később, az nekem 3 hónap után kezdődött, és addig feladat volt. Egy pillanathoz köthető? Tehát emlékszel is a megérkezés pillanatára? Én arra, igen, amikor meg el tudtam kezdeni úgy szoptatni, hogy nem kellett hozzá segítség. Tehát én annyira féltem a szoptatástól, és nagyon sok nehézség is volt vele,
hogy én úgy gondoltam, hogy én ezt a gyereket, ezt én nem, és ilyen nekem soha nem volt, hogy én valamit nem tudok megcsinálni. A kezed miatt benned félsz? Azt gondoltam, hogy én nem tudom megtartani, úgyhogy ilyen mindig így beültem a kanapéra, körbe raktak 6 párnával, és akkor valaki így odahozta a gyermeket, akkor azt ott megszoptam, de mindezt úgy, hogy igény szerint szoptattam. Tehát, hogy amikor sírt, akkor mondtam, jó, megyek, behelyezkedem, és az első 3 hónap az tényleg erről szólt, hogy én ott készenlétben álltam a párnácskáimmal, és aztán ebből lett az, hogy megadatott az az élmény, hogy a hunalom alá csapom, és bárhol, és bármikor, és ez a, tényleg azt gondolom, hogy ennek ez a csodálatossága, és tényleg nem akarok semmifajta ilyen szoptatási nagykövet lenni, vagy bármit, tehát ez mindenkinek a saját választása, de nekem ez egy hatalmas kötődés élményt adott. És annak ellenére, hogy nem tudom, nem szerettem annyira magát a folyamatot, de ez az egymásba olvadás, ez egy fantasztikus dolog, és azt hiszem, hogy ez hozta meg nekem, és nagyon-nagyon jó élmény volt. Te mikor tudtad meg édesanyádnak ezt a 3 hónapját? Hány éves voltál? Képzeld el, én erre nem emlékszem, ez annyira benne volt az én élettörténetemben, ugye, hogy az ember felnő, egyszer csak így összerakja ezeket a puzzle darabokat, és akkor kialakul a saját meséje az ő saját életéről. És én ezt valahogy mindig tudtam, az én születéstörténetemet. Azért ez egy akkora trauma volt az egész családnak. Mindenhol első unoka voltam. Ugye az apukám pécsi, anyukám, tehát a nagymamáméknál laktam. Azt én tudtam. Az például egy nagyon megrázó pillanat volt, amikor 16 vagy 18 éves koromban előkerült nagypapáméknál egy ilyen 8 mm-es felvétel, hogy anyukámnak kihívtak egy videóst, hogy anyukámnak legyen képe arról az első néhány évről, és valahogy az nem lett meg, vagy az nem volt meg. És akkor anyukám Pécsen egy középiskolába dolgozott, és elvitte, és átjátszották neki. És ő akkor látott engem először 2 hónaposan. Tehát, hogy én akkor jöttem rá, hogy úristen, hogy ez neki tényleg 84-ben még nem az volt, hogy akkor mindenkinek ott a telefonján, meg minden 146 videó, hogy ez neki nincs meg ez az időszak is, hogy mennyire fantasztikus anya ő, hogy ebből egy elképesztően szoros és intim és egy tök jó anyalánya kapcsolat alakult ki, és föl tudtuk ezt építeni, és föl tudta és beletette a munkát. Ez szerintem csodálatos. De hogy igen, én ezt valahogy ezt így mindig tudtam, és mindig lehetett róla beszélni. De én ilyen kérdezős is voltam világéletemben, úgyhogy én kérdezgettem, hogyha valamelyik puzzle darab nem volt a helyén. Ha már itt ilyen nagy szimbiózisról beszéltünk, a te esetedben például Stól András, azt meg tudod fogalmazni, hogy mitől ilyen kitörölhetetlen és elementáris felkiáltójel? Egyszer azt mondta rólatok, vagy nektek, egy kollégátok, hogy még soha nem látott 2 férfi színészt ilyen összhangban. Igen, Cserván Tóni volt, amikor megnézte a Bányavirágot. Na most azért szomorú a történet, ez miattam. Mert ez most már nincs így. Tehát nagyon ritkán találkozunk. Ugye nem dolgozunk együtt, azért be kellett látni, hogy az egyfajta katalizátor szerepet játszott be a színpad az életünkben. Hogy úgy szépen elmentünk egymás mellett. Mióta? Hát lényegében jó 3 éve. Igen. Ez mit akar? 3-4 havonta találkoztok, inkább csak ilyen formális telefonbeszélgetésre jut idő, mert egész egyszerűen szétnőttetek. Hát van, amikor még annyi se, de mondom, ebben én vagyok az árkózott és a ludas, és én nyilván nekem kéne aktívabbnak lenni ebben, és közben meg baromira hiányzik. Akkor viszont miért nem csinálod? Na ez az. De egy emberileg is és szakmailag is? Igen. Én mindig nagyon jó időket töltöttem vele együtt. Tehát igen. Szakmailag aztán messze menőek. Valahogy nagyon jól kiegészítjük egymást különben. Látványban is. Igen. Meg habitusban. Mikor volt a Törőcséknek, azt hiszem, a 84. születésnapja, és ott voltam a Nemzeti Színházban, és ti ketten elkezdtetek mokázni. Igen, ezt a Jordán írta. Tehát az egy nagy pillanat volt, ahogy ti ketten csupaszív módon, derűsen mokáztatok önfeledten egy nagy magyar színésztőnek, és ott érződött kettőtök, sőt, hármatok közt is Törőcsékkel kiegészülve egy nagyon bensőséges áramkör. Igen. Ezt máshol nem is tudtad volna, ez Stól és te?
Hát igen, mert nyilván olyat vittünk föl így ezó öko bio igaga a színpadra, ami abstart megvan bennünk. Tehát az a mérhetetlen szeretet egymás iránt, rajongás, vagy nem tudom, meg összhang, meg az évek, tehát a múlt, a főiskolától való találkozás. Szóval, hogy az valahol úgy nyomot hagy a rezgésben. Van olyan szakmai nagy ő? Hát... Van ilyen, akivel így, mind az életben, amikor megtalálod ő a másik felem, és én szerintem van. Tehát ez pont olyan kémia lehet, mint a szerelemben, hogy az ember ráakad a másikra. Ő jóval produktívabb ember, mint én. Tehát ötletgazdag, eszköztárában is, hát én fölnézek rá. Szóval, hogy de közben meg inkább, szóval én őt irigyeltem, mint ember, a habitusát, a nyitottságát, a nagy lelkűségét, a melegségét, azt, hogy egyszerűen jó a társaságában lenni, mert egy ilyen extrovertált, központi figura, szóval, hogy én ezt mind nagy-nagy tisztelettel, irigységgel és szeretettel néztem. Lazított rajtad? Nem tud. Nem? Nem. Nem. Könnyed, nem? Ő egy olyan könnyed. Igen, laza. Én igazából, én gyereknek se voltam laza, vagy középiskolásnak se. Nem tudom miért. Te mindig ilyen szorongtál? Igen, egy kicsit ilyen. Tehát ez biztos egyfajta kód. Lehet, hogy a hosszú évek folyamán ki lehetne valahogy az emberből ezt piszkálni valami szakembernek, de biztos. Hát ha ez kell a jó alakításokat, akkor voltak éppen mindegy, hogy az eredete. Hát hol igen, van? A fene tudja. Nem egy történet, és nem találtam nyomát. Na. Stól András, én leteszem a nagy esküt, ha nem, akkor itt most megszégyenülök nyilvánosan, valamelyik nyilvános interjúba mesélt arról, azt lehet, hogy tényleg rosszul emlékszem, akkor megszégyenülök, hogy egyszer egy premier után beszélt veled, elmondta, megkérdeztette az ő véleményét, elmondta, te nagyon szívedre vetted, és lemondtad a következő előadást. Én erre jól emlékszem? Féligasságokat tartalmaz a történet. Ez a Hamletnek a premierje volt az Új Színházban. Ezt megelőzte egy igen viszontagságos és kőkemény lelkileg, fizikálisan minden, hogy próbaidőszak. Az én küzdelmem a szereppel, az Ács Janival, a rendezővel, aki egy csodálatos ember volt, de sok gyakorlati útmutatást nem igazán tudott adni. Kis féltékenység a nagy féltékenység, kis féltékenység a kollégák részéről. Tehát, hogy ez egy elég... nagy lelki csomag volt, meg volt a bemutató, Buci barátom is megjelent, és hát lényegében az italozás is elég jelentősen besegített, hogy aztán másnap ne tudjak fölkelni, igen. Ó, értem. Igen. Tehát nem összeomlották kvázi, hogy ő elmondta, hogy itt kibeszéljük, hogy nem volt ez az igazi, hanem egész egyszerűen ennek az egésznek a csomagja. Hát, mint amikor egy gitárhúrt az ember, húz, és akkor ott volt az a pillanat, amikor ez szépen elpattant, és akkor másnap nem sikerült abszolválnom magam, mint ember. De... volt még ilyen? Nem. Olyan volt, hogy amit szégyellek, hogy úgy jött ki a feszültség belőlem a bemutató tapsennél, hogy nem bírtam abba hagyni az okogást. Tehát amikor egyszer csak mint egy ilyen tisztító tűz. De könnyen sírsz? Nem. Akkor volt egy ilyen elementális. Igen. És még azt mondom, hogy mire hivatkoztál te másnak, mikor volt a nagy dajdaj előző este, mit mondtál? Hát az igazságot. És mit mondtak? Hát kollégák? Hogy azért próbáld meg, de hát értsétek meg, hogy nem megy. Tehát egyszerűen feküdni. Tehát az értelmetlen lett volna. Ilyenkor van büntetés? Hát van, persze. Van. De nem nézőkkel szemben is tiszteletlenség lett volna. Így is az volt, mert hiszen haza kellett menniük, de bemenni sokkal rosszabb lett volna szerintem, nekik is, meg nekem is. És így telefonon megelőzted mindezt. Hát ez még a
mi volt ez a 90-es évek eleje, tehát még akkor a mobiltelefonja csak az üzletembereknek és a producereknek volt, a gyártásvezetőknek, szóval, hogy igen, ez telefonon történt. Dóri, most már nem fogok, több régi interjúval nem foglak benneteket szembesíteni, de Rónai Egonnak adtál egy interjút, és akkor szóba jött a magánéleted. És te olyan határozottan és kategórikusan a legkisebb próbálkozásra, és azt mondtad Rónai Egonnak, hogy még csak felületes kérdésre se vagyok hajlandó válaszolni. És azon gondolkodtam, hogy ahhoz képest pedig olyan magától értetődően beszélsz a férjedről, az egymásra találásatokról, a gyerekről, az összecsiszolódásról, hogy mi történt itt a te fejedben, a felfogás vonatkozásába, hogy a magánéletemet kinyitom, vagy nem nyitom, mert itt nagy változásról. Hát attól függ, tehát hogy nyilván, amikor az ember megállapodik, és megtalálja élete párját, akivel nem tudom, 10 éve együtt él, akkor egy kicsit magabiztosabb, mint amikor a keresési fázisban van. Ja, hogy az még a keresési fázis. Én azt gondolom, hogy igen, most, hogy így visszagondolok, hogy melyik interjú volt, de igen, én szerintem az még abszolút a keresési fázis volt. És az milyen volt a te esetedben? Hát az az, amiről nem beszélek. Kategórikusan. Azóta se. Igen. Azóta nagyon szívesen, tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon boldog házasságban élek, ami egy nagyon nagy ajándék, és... De csak annyit árulj, hogy olyan intenzíven kereső típus volt? Nem, én egyáltalán nem. Nem, én nem voltam intenzíven kereső típus, én abszolút visszafogottan kerestem. Visszafogottan kerestem. Igen, én nekem ugye volt egy olyan elképzelésem például 16 évesen, amikor ez teljesen szembe ment a korosztályommal, hogy a szerelem az egy rettenetesen zavaró és kellemetlen dolog, és az én életemben, ameddig tudom, azt tartsam távol. Aztán rájöttem, hogy ez nem úgy van, hogy én eldöntöm, hogy távol tartom, és távol tartom, de amíg... Jön az, ha kell. Igen, és nekem ez úgy volt, hogy engem az úszásban ilyenek ne zavarjanak meg, mert egy kontrollvesztett állapot, és az nekem nagyon rémisztő volt, nagyon sokáig. És nyilván, amikor rájössz, hogy a kontrollvesztett állapotban, ha egy olyan társ van melletted, aki mondjuk nem lehúz, hanem felemel, akkor nagyon jó kontrollvesztett állapotban lenni, és biztonságban lenni kontrollvesztett állapotban. És tulajdonképpen nekem ezt az élményt adta meg, amikor találkoztam a férjemmel is, a házasság. De az se indult zökkenőmentesen, ugye? Hát nem, azt majd őt hív be legközelebb, és hát őt foggasd. De arról nem vagy hajlandó mesélni? Csak én azért, szerintem megírtam a történetünket. Azért tett, hogy igen, ő barát parkolópályára tett engem, és akkor én mondtam, hogy én nem szeretnék veled barátkozni. Jó, de annak volt egy előzmény, nem úgy volt, hogy egyszer csak azt mondta, hogy legyünk barátok, a bóvó. Nem. Hanem egy pontján a... Nem, az egy, tehát hogy számomra teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy kapcsolat, hogy indul, hogy randevúval, azért az ember tudja, hogy egy baráti sörözésre megy, vagy egy randevúra megy, tehát hogy ez úgy indult, hogy szerintem tiszta lapokkal játszottunk, és aztán ő egyszer csak behúzta a kéziféket, és én megmondtam, hogy figyelj, ez így lehet, én nekem nagyon sok barátom van, nagyon szeretem őket, téged nem ennek szántalak, úgyhogy akkor én innentől kezdve teljes önvédelmi üzemmódba kapcsolok, és le foglak tiltani mindenhonnan, és ne keressél, mert nekem az nem lesz jó. És akkor ez így történt. Körülbelül nem tudom, miután már együtt voltunk, egy évre rávettem észre, hogy szegény még mindig mondjuk a Facebookon le van tiltva. Úgyhogy, és ez, tehát, hogy neki kellett ott egy kis idő rendbe tenni a dolgokat, és elvarni olyan szálakat, mert ő is azt mondta, nyilvánvalóan azért ezt elég sokszor kiveszéltük, mert azért néha még felhozom neki ezt a néhány hónapot, hogy ez nem volt könnyű, hogy ő is érezte, hogy ez valami nagyon értékes, hogy ez valami olyan, amiben így nem szabad úgy belemenni, hogy ott még vannak csontvázak a szekrénybe, és azt ki kellett pakolni. Voltak csontvázak? Voltak, igen. Amik utólag estek ki a te számodra? Hát nyilván ott abban az időszakban nem volt egyértelmű számomra, hogy itt mi történik most, tehát hogy ez egy jól induló, tehát hogy egyértelmű volt, hogy tök jó működünk együtt, hogy ez nagyon könnyed, hogy ez egy jó kémia, hogy akkor itt most miért kell ezt, és hogy ez, hogy akkor ő ebbe úgy tudjon belemenni, hogy akkor, ha úgy adódik, hogy 40 évig kell benne maradni, akkor 40 évig tudjon benne maradni. Úgyhogy így most már értem, de akkor azt ez nehéz volt elfogadni. És nagyon örülök, hogy eztán végül úgy alakult, hogy felvettem a telefont, amikor hívott. Azt sem volt biztos, hogy felveszed? Hát én mondtam, hogy akkor hívjon, amikor már nem barátkozni akar. Tehát, hogy úgy, tehát abban nekem volt annyi
nem tudom, hogy ez önbecsülése, vagy önértékelés, hogy én nem fogok itt legyeskedni, csak hogy a közelébe maradjak, és akkor majd hát, ha meggondolja magát. Tehát, hogy... Jó, de azért menjünk vissza oda az időbe, hogy megláttad a telefonodon a nevét. Igen. Tehát azt a pár másodpercet azért leírhatnád nekünk, az hogy mi történt. Az a Pécsi-Széchenyi téren ültem, napsütéses novemberi napon, a barátnőmmel, akinek éppen azon panaszkodtam, hogy nem igaz, hogy már megint, és nincs egy normális férfi a földön. És akkor a barátnőm, aki egyébként vannak, tudod, az embernek olyan barátai, akik elmondják, hogy jó, azért ne remted, hogy most akkor szedd össze magad, és ő a barátnőm, aki ő ebben még hisz, és ennek az a története, hogy nekünk, na mindegy, olyan nagyon szertágazó vagyok. Voltak ilyen kis varázspálcáink a gimnázium alatt, és amikor a Széchenyi teret felújítottak, el lehetett ásni dolgokat. És akkor ő elvitte a műanyag varázspálcánkat, és mondta, hogy na, amikor megláttuk a nevét, akkor mondta, hogy ez a varázspálca volt, és ezt ő varázsolta. És nem vettem föl, mert ezen annyira megijedtünk, hogy hirtelen nem vettem föl a telefont. Nem vetted föl? Hát nem, mert ezt ott fel kellett dolgozni, hogy működik a varázspálca a Széchenyi tér alatt, és még hív, és akkor fölvettem, és akkor még volt azért egy pár hét, amikor még úgy kellett nekem egy kis idő, hogy ebbe úgy bele merjem engedni magam. Hány éve volt ez a telefonhívás? Most nézi, és mondja, hogy haj, már megint nem tudod. Azt hiszem, hogy 10. Most volt decemberben 10. Igen. Hát akkor az jó döntésnek bizonyult. Én is így gondolom. Ezt azóta is minden nap így gondolom. Nagyon szépen köszönöm. Sokat vártunk erre a párosra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy összejött. Annyi személyes megjegyzést engedjetek meg, hogy ez közel a 100. világtalálkozó. Még nem az, azt hiszem 90-valahányadik, ja. De olyanra nem emlékszem, hogy az egyik alany, mert hogy Dórinak nemrég volt a születésnapja, az egyik alany ajándékkal érkezzen a másik felé. Szóval László Zsolt egy könyvvel lepte meg. El lehet mondani, és hogy egy nagyon-nagyon különleges táskával. Igen, Eszterházy Péter táskával. És ez elképesztően jól esik. Nagyon. És pont ez a választási műsor készülődés után az, hogy én a repülőn most egy könyvet veszek a kezembe és olvasok, az... Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Máskor. Igen, találkozunk jövőre is a szülinapomon. Én meg köszönöm, hogy ezt láthattam, hallhattam, Pásztori Dórát és László Zsoltot látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.